Gondolkodom, tehát vagyok. Erről is fog szólni a mai előadásom. A gondolkodás művészetéről, amit az esettanulmány versenyeken keresztül, mint a tanulás új formáin keresztül fogok bemutatni itt most nektek a következő 15 percben. Amikor probléma megoldásról van szó, meg a közoktatásról, nagyon sokszor látjuk ezt az ábrát, ez a PISA felmérésről szól. Nem azért hoztam el, hogy állást foglaljak itt most a PISA felmérésről, inkább azért, mert ez a felmérés valami új dolgot mért meg 2015-ben, ez pedig a kollaboratív probléma megoldás. Ez egy új modul, amelynek az eredményei a tavalyi év folyamán jöttek ki, és ebben is azt láttuk, hogy van lemaradásunk. Most nem akarok nagyon ennek a mérmény miért meg hogyan, a lényeg, hogy érdemes megnézni, hogy melyik rangsor milyen módszertannal és mit mér. A magyar oktatás alapvetően egy tudás alapú, ismeret átadásra épülő oktatási rendszer, míg maga ez a modul, meg a PISA felmérésnek ez a része, inkább a készségfejlesztést, az együttműködési, tehát a közös munkát, a különböző készségeket méri. Amikor arról beszélünk, hogy probléma megoldás, akkor gyakorlatilag nagyon sokszor halljuk azt, hogy be kell vonni a diákokat, hogy aktívan alakítsák, gyakorlatilag egymástól tanuljanak, úgynevezett peer-to-peer learning valósuljon meg, tehát hogy egy társaiktól való tanulás, tapasztalati tanulás, gyakorlati példákon keresztül. Erre számos példát láttunk, önök is, ti is hallhattatok a mai napon, akár az MCC-nek a különböző eseményei, akár a szimulációs versenyek a különböző témákra építve, egy diákmenedzsment bajnokság. Ezek mind-mind-mind hasonló témákat járnak körbe, de más oldalról egy picit. Amit én hoztam itt mára nektek, ez az esettanulmány módszer, ami mint minden más probléma megoldása magja ennek a történetnek. Ide felraktam egy Rubik kockát. És a probléma megoldás során rosszul struktúrált problémákat alakítunk át jól struktúrált problémákká. Ez az alapvető feltevése annak, amiről szól az esetmódszer is. Rosszul struktúrált probléma, mert nem tudjuk a kimenetet, nem ismert minden információ, korlátozottan tudunk csak racionálisan dönteni, vagy nem tudunk racionálisan dönteni az adott helyzetbe. Célunk az, hogy ezt a fajta bizonytalanságot csökkentsük valamilyen folyamat mentén. Ugye problémának azt nevezzük, hogy ez megint csak a tudományos alapja kicsit ennek a problémamegoldás dolognak, hogy háromféle állapotot különböztethetünk meg. Van egy olyan állapot, amit egy egyén így észlel, van egy olyan állapot, ami a külső környezetünk lát rólunk, meg van egy olyan állapot, amit el szeretnénk érni. Ha ezen három állapot között nincsen összhang, akkor valamilyen probléma van. Amikor esetversenyekről beszélünk, akkor gyakorlatilag legyen szó egy vállalati esettanulmányverseny, legyen szó egy hol tanuljak tovább kérdésről, legyen szó egy történelmi döntési helyzetről, gyakorlatilag az észlelt állapot és a kívánatos állapot közti különbséget szeretnénk valamilyen tartalmi megoldással így betömködni és így megoldani. Amikor itt ebben a témában gondolkodunk, hogy nagyon-nagyon sok definícióval találkozunk, amik közt nem biztos, hogy nagyon nehéz rendszert alkotni, itt ugye készség, ismeret, viselkedés, kompetencia, intelligencia, érzelmi, meg IQ, EQ, mindenféle dolgok. Nem erről szól az előadás, hogy most rendet tegyek, én csak azt szeretném kiemelni, hogy amikor esetversenyekről beszélünk, mindegyik faktort lehet fejleszteni, jobb, kevésbé vagy jobban. Alapvetően én a készségfejlesztés dimenziójában mozgunk. Mit jelent a készségfejlesztés az esettanulmány versenyeken keresztül? Hát mi erre behoztuk ezt a problémamegoldás univerzumát, ami igazából kellően jól leírja azt, amit találtunk a szakirodalomban készségfejlesztés címén. Nem létezik egységes rendszer, mindenki a saját definícióit és a saját kategóriáit használja, ahány iskola, annyi módszertan, próbáltunk ebben rendet vágni. Amikor az esetmegoldásról gondolkodunk mi, akkor mi négy egy ilyen univerzumhoz hasonlítjuk magát a rendszert, amiben vannak csillagképek és csillagok. A csillagok azok készségek, csillagképek meg kategóriák, amik szerintünk fontosak abba, hogy egy egyén az élet,
a munkahelyi különböző helyzetekben bizonyos készségekkel felvértezze magát. Ugye ezek szép magyar szó, ezeket ilyen employability skill-eknek is hívják. Gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy egy problémát meg tudjon egy egyén oldani, ehhez kell valamilyen megoldást létrehoznia, ez a create. Strukturálni kell a kérdést, szintézisek, logikusan fel kell építeni egyfajta megoldást, analitikusan kell gondolkodni, ez az első buborék. Nem elég tudnunk az elméleti irányt, hogy mit kell felvázolni, de ezt meg is kell tudnunk csinálni, megvalósítani, ez a conduct, megvalósítás. Tehát ez azt jelenti, hogy A-ból B-be el kell érnünk. Ez ismernünk kell magunkat, motivációval kell rendelkeznünk. Ha időnyomás van, akkor gyorsnak kell lennünk, ha fókusz kell tartanunk, célokat kell kijelölnünk, stb. A probléma megoldás nem egy egyéni feladat, és ez a harmadik kategória. Együtt kell tudnunk működnünk társainkkal. Csapatban dolgozunk, követjük az utasításokat, vagy éppen kérünk, inspirálunk, delegálunk, konfliktusokat kezelünk, kritikákat fogadunk, stb. És a negyedik pedig az, hogy nagyon jó, hogy együtt tudunk dolgozni, meg tudjuk oldani, és meg is történik a probléma megoldás, de el is kell tudnunk mondani. És innentől kezdve pedig ezt kommunikálnunk kell, el kell tudnunk mondani egyrészt nyilvánosan, el kell tudnunk mondani vizuálisan adott esetben diák formájában, nonverbális kommunikáció, történetmesélés, ezek a kategóriák tartoznak ide. Az előadásom az arról szól, hogy ezeket a készségeket lehet fejleszteni az esettanulmány módszerrel. A készség, illetve maga a módszer az 1900-as években indult el. 1908-ban alakult meg a Harvard Business School, és gyakorlatilag tankönyvek hiányában nagyon gyorsan kellett tananyagot építeni. Mit csináltak? Interjúkat kezdtek el készíteni vállalatvezetőkkel. Ezek az interjúk a mai esettanulmányok. Gyakorlati példák egy vezetői narratívába helyezve, felső vezetői narratívába. És maga a módszer az a 20. században terjedt el, ma a világ legnagyobb üzleti iskolái használják. Amit mi a Caseolvers-nél csinálunk, az, hogy ezt a módszert ültetjük át, hozzuk ki az üzleti szférából, és ültetjük át a általános felsőoktatás egészére, illetve visszük be a közoktatásba is, versenyeken keresztül. Maga a módszer alkalmas arra, hogy fejlessze a diákok ismereteit, ugye kompetencia, készségfejlesztésre, valamint különböző viselkedési mintázatokat is, tehát a munkahelyi viselkedést is tudunk vele szimulálni. Mit tekintünk esetversenyeknek, és akkor ez a prezentációnak a második fele, illetve a tartalmi része. Esettanulmány verseny egy olyan esemény, amely során a diákok egy rosszul struktúrált problémát dolgoznak fel. Ennek a része az, hogy kapnak egy feladat kiírást, erre van X idejük, tehát időnyomás alatt, erre hoznak egy megoldást, és azt prezentálják a szakmai zsűrinek. Ez nem csak egy szakmai alkotói folyamat, hanem egy közösségi élmény is, hiszen csapatba dolgoznak, egymástól tanulnak, a feladatból tanulnak, illetve maga az esemény, a verseny is egy közösségi élmény, ahol a korosztályukkal, hasonlóan gondolkodó fiatalokkal találkoznak. Ez a komplex tanulási élmény, ez az, amit az esettanulmány versenyek tudnak nyújtani a résztvevő diákoknak. És most ezen a ponton szeretnék belemenni az egyes fázisokba, tehát van a feladat kiírással kezdődik egy ilyen verseny. Az esettanulmány ez egy írásos dokumentum, ami valamely üzleti problémát, vagy nem üzleti problémát dolgoz fel. Csak nagyon sok üzleti problémát hozok, de hogy mondjuk csak hogy kezdek egy nem üzletivel, Szapolyai Jánost 1526-ban egy futár keresi meg, hogy Nagy Szulejmán elindult Budavára irányában, a király hírnöke, és gyakorlatilag fél éve van felkészülni arra, hogy eldöntse, hogy milyen stratégiát választ, mihez fog. Ez egy országos középiskolai probléma megoldó verseny egyik esete, amit az MCC-vel szervezünk közösen, és gyakorlatilag itt a diákok újra írhatják a történetet. A játékszabály az, hogy döntéshozó szerepébe, bőrébe bújva, az adott idő pillanatban gyakorlatilag újfajta megoldással jönnek, használják a kreativitásukat, illetve az egész folyamat során, amikor 72 órájuk van ezt a kérdést feldolgozni,
és egy megoldási javaslat, egy stratégiát a döntéshozónak, Szapolya Jánosnak lerakni az asztalra, közben gyakorlatilag azokat a készségeket fejlesztik, amikről az előbb beszéltem. Egy vállalati eset például az, hogy például most van a Halott Pénz nevű együttes, és egy kampányt kell kidolgozni nekik. Bevétel, kiadás, ez a Készpénz nevű versenynek ez egy idei esete, holnap fogjuk meghallgatni a döntős prezentációkat. Itt gyakorlatilag egy kampánybüdzsét kellett összerakni a Halott Pénz együttesnek, és prezentálják a hallgatók majd az együttes frontembereinek. A vállalati szférában maradva, marketing eset tanulmány, van egy bicikligyártónk, egy bicikli típust hogyan pozícionálnál? Ez megint a klasszikus marketing eszközöket kérünk számon, oktató videó formájában mi elmondjuk ezeket a koncepciókat, tehát a tudást átadjuk, a koncepciót odaadjuk, nekik alkalmazniuk kell mindezt időnyomás alatt. Tehát az eset tanulmány, a feladat maga, ez egy írásos dokumentum, hogy valamilyen problémát ír le. Vagy van explicit kérdés, vagy nincs. Ha nincs az, akkor a diákoknak onnan ott kezdjük a fel, hogy azonosítsák a problémát, az egy nehezebb kategóriának minősül. Ha pedig van, akkor nyilván a kérdésekre kell választ adniuk. Maga a feldolgozás folyamata négy részből áll, mindig egy rosszul struktúrált probléma adja a kiinduló pontot. Ezek után összegyűjtik az esettanulmányból, meg a publikusan elérhető forrásokból a kulcsinformációkat, elemeznek, külső környezet, belső erőforrások, különböző elemzési eszközöket alkalmazva elemeznek, majd különböző opciókat, megoldási javaslatokat írnak fel, ezeket rendszerezik, értékelnek és leteszik valami mellé a voksukat. Gyakorlatilag megtanulják azt, hogy holisztikusan szemléljenek egy problémát, és ez alapján döntsenek, és azt kifejtik majd. És a végén pedig elkészítik azt a prezentációt, vagy azt az anyagot, ami nekik gyakorlatilag a végtermékük a verseny során, és ezt prezentálják egy szakmai zsűrinek. Ez a folyamat maga, ez az, amikor azt mondjuk, hogy rosszul struktúrált problémát, kevésbé rosszul struktúrált alakítanak át, gyakorlatilag támogatják az adott döntéshozó döntési helyzetét. És a harmadik pedig a prezentáció, általában prezentálni kell, 10-15 percük van, és aztán ezt egy szakmai zsűrét kell megvédeni, itt pedig a vita, érvelés készségeket fejleszthetik, meg a prezentációs készségeket a diákok. Tehát összességében, ha a folyamatot összenézzük magukkal a készségekkel, a folyamat eleje az a probléma megoldásról szól, ami csapatban történik, a folyamat végén a prezentáció során pedig a kommunikációs készségeket tudják fejleszteni a diákok. Pár szót nagyon röviden az ismeretátadásról. Amikor egy esettanulmányról beszélünk, akkor többféle ismeret, tárgyi ismeret is átadható. Egyrészt beszéltünk probléma specifikus ismeretekről. Szapolyai Jánosnak döntenie kell arra, hogy mit csináljon Szulejmánnal. Harcászati ismeretek. Itt most ha támadunk, akkor valamilyen ilyen harcászati ismereteket kell felvenniük a diákoknak. Vagy a történelmi kontextust kell érteni, ugye ez a regionális kontextus néven megy. Szervezeti kontextus, azt értjük, hogy Szapolyai János egy erdélyi vajda volt. Tehát neki a hatásköre Erdélyig terjedt. Nem a magyar király ekkor, ugye? Tehát, hogy megint a narratíva, meg az, hogy a más döntéshozó szerepébe rakják magukat, ez nagyon fontos ezeknél a versenyeknél. Igen, és hogy állunk Magyarországon esett versenyekkel? Mi Készaversben középiskolás egyetemista versenyeket is figyeljük és szervezünk. Az idei évben, tavaly évben kb. 1700 fő volt az, akik az általunk definiált esetversenyeken vettek részt. Középiskolás témában pedig ez eléri a 2000, illetve ha hol tanulnak tovább programunkat megtesszük, akkor a 8000 főt is. És gyakorlatilag ez a szám jelentősen nőtt az elmúlt években. Milyen versenyek vannak eset tanulmány fókusszal? Az MCC-ben szervezett országos középiskolai versenyt, problémamegoldó versenyt említettem. Készpénz, pénzügyi tudatosság fejlesztéséről szóló esetemény verseny, valamilyen üzleti esetemet kell megoldani pénzügyi fókusszal. A célja az, hogy tudják a diákok, hogy mi az, hogy bevétel, kiadás, hogy kell egy vállalatot pénzügyi oldalról vezetni.
cégre fel, vállalkozó ismeretek átadásáról szól, illetve az ehhez kapcsolódó probléma megoldó készségek fejlesztéséről. A negyedik a márkaland, marketing típusú kérdések, fogyasztói tudatosság fejlesztéséről szól, illetve a hol tanuljak tovább, ami pedig továbbtanulás. Ahogy mondtam, nem csak üzleti kérdésekre lehet a módszert alkalmazni, egyéni döntési helyzetekre is. Minden középiskolás szembesül azzal a kérdéssel, és minden egyetemista, hogy mi legyen, mi lesz vele, ha nagy lesz. Gyakorlatilag mindenkinek megvan a saját esete, és ez a továbbtanulás témájában, mi egy oktató játék formájában próbáljuk segíteni mai középiskolásokat, hogy lehető legjobb döntéseket hozzák meg mind a magánéletükben, mind a szakmai életükben. Úgyhogy ez az, ahogy mi gondolkodni szeretnénk tanítani a középiskolásokat és az egyetemistákat is. A módszer alkalmas arra, hogy holisztikusan, távolról, kreatív módon szemléljék a diákok a különböző problémákat, és gyakorlatilag olyan készségeket szedjenek magukra fiatal korban, kiegészítve azokkal a lehetőségekkel, amikkel amúgy az iskolában és a iskola mellett találkoznak, hogy aztán később felelősen gondolkodó és állampolgárok, illetve felnőtt emberek legyenek. Így tanítjuk őket gondolkodni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha van bárkinek kérdés, nagyon szívesen állok rendelkezésre.